egy őszinte mosollyal és egy határozott mozdulattal ünnepélyes keretek között megnyitották a Debreceni Fórum bevásárlóközpontban az IKEA új tervező stúdióját. Ez egy fontos mérföldkő, ilyen üzlete ugyanis eddig még nem volt Magyarországon a svéd vállalatnak. A március 31-i megnyitón elhangzott, hogy a cég számára rendkívül fontos, hogy kínálataikat minél közelebb hozzák a vásárlókhoz. Ebben pedig nagy szerepe van az új boltnak. Sőt, ehhez még a helyszín is jó lehetőséget biztosít. A Debreceni Fórum ugyanis rendkívül népszerű, üzleteit pedig minden nap sokan látogatják, így nagy forgalomra számítanak. Áltányi Ajtony center manager szerint ez egy úttörő lépés a fórum szempontjából is. Gyakorlatilag az egész országban most nyílik először ilyen tervező stúdió. Nagyon örülünk, hogy minket választottak. Debrecen egy nagyon fontos piac az IKEA-nak is. Nekünk pedig az fontos, hogy ilyen szolgáltatás nem volt még. Tehát azt mérhetünk az útterők, az egy nagyon fontos lépés. És hát ahogy itt gyakorlatilag az IKEA kommunikálta, a porvédőfal dekoráción jönnek, hatalmas érdeklődésre számítunk. Segítünk megtervezni álmaid lakberendezési megoldásait. Olvasható a bejárat melletti falon. Erre pedig tökéletesen alkalmas a most megnyitott tervező stúdió. A nagy áruházzal ellentétben ugyanis itt szakértő lakberendezők segítik megtervezni a vásárlók igényei szerint a konyhákat, gardróbokat, tárolási rendszereket. Egyes termékeket pedig már akár helyben is meg tudnak nézni a látogatók. Szabó Ágnes áruházvezető elmondta, azért Debrecent választották, mert nagy lehetőséget látnak ebben a régióban. Az új IKEA tervező stúdió nagyon fontos számunkra. A debreceni régió különösen fontos, mert nagyon nagy lehetőséget látunk benne, és reméljük, hogy ezzel a megnyitásával ennek a tervező stúdiónak közelebb kerülünk a vásárlóinkhoz. Ebben a régióban, debreceni régióban csak nem 100 000 IKEA Family tagunk van, ami mutatja, hogy már most is a budapesti áruházakban mennyien utaznak, akár 2,5 órát, hogy az IKEA-ba tudjanak vásárolni. Az új üzlet hétfőtől szombatig 10 órától egészen este 8-ig, vasárnap pedig este 7-ig várja az érdeklődőket a Fórum Bevásárlóközpont első emeletén.